Szupaucsek, a cseh származású edzője a német csapatnak, azért gratulál, de azt hiszem, a szíves ajog. Na de nézzük tovább. Kenu 2-es, 1000 méter. Itt van a mezőnyben a 94-es világbajnok kettős, megint csak hazai, a német Andreas Dittmer és Gunnar Kirchbach. Itt van egy csodahajó, korábbi évek csodahajója, úgy mondjam, Jurawski és Reneiszki. Moldávia színeiben versenyeznek most a korábbi szovjetek. Nagyon erős a román egység, Antonaj Borzán és Marcel Glavan. Egy különös spanyol kettős, Oleg Selesztyenko és Alfredo Bea. A döntőben a trénfivérek is. És akiket látnak a képen, Andrei Kabanov és Pavel Konovalov, az oroszok. A magyar egység, Horváth Csaba és Kolonics György, tulajdonképpen Horváth Csaba mondhat egy ötödik helyet magáénak ezen a tábon, 93-ban Takács Tiborral. Megint csak azt mondom, amit Kulainál el ne kiabáljuk, de jó eséllyel. Itt a hármason a világbajnokok, a mexikói világbajnokok, Andreas Dittmer és Gunnar Kirchbach. A négyesen, ez Jurawski és Reneiszki, Moldávia. Hatos a tiszta kékben a románok. Igen-igen kiegyensúlyozott mezőny. Ha nem félnék, attól mondom, hogy elkiabálom, azt mondanám csöndben, ne is tessék odafigyelni, hogy egy árnyalattal talán esélyesebb a látvány alapján a mi hajó. Elől Horváth Csaba, mögötte Kolonics György, két igazán nem óriás. Amennyire óriás Pulai Imre, annyira nem ő. Horváth Csaba itt jönnek be, Horváth Csaba térdgumival, de mindig is azzal versenyez most már. A hajó neve Melitta még nem sikerült megtudnom, hogy miért éppen, nyilván nem véletlen. Ott vannak a trénfivérek is, akiket ismerünk a magyar regattáról évek óta, és fönn a 9-esen Marinov és Szojanov, polgárok, ők sem ismeretlenek. Általában nincs. A kettes, a nagyon jól felkészített szlovák csapatból, Orosz Csaba és Péter Pálesz, ők is kitűnően mentek. Ami a részidőket illeti a korábbi futamok során, nem panaszkodhatunk. Szorosan ugyan, de a legjobb részidőket menték a mieink. Tehát ezt sose lehet tudni. Némi ellenszél, de indul a mezőny, nagyon erősen indítják meg a hajójukat a németek, Dittmer és Kirchbach, akik egyébként az előfutamban a magyar hajó mögött végeztek. A mieink vezetnek. Egy légszekrénnyel mondjuk a számuknál haladnak Rejewskijék, Reneiszki és Jurawski, ugyancsak veszélyes ellenfél, a túlsó oldalon a románok. Nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz. Itt ilyen kiegyensúlyozott mezőnyben a két moldáviai vette át a vezetést, a mieink centiméterekkel pár, de mögöttük, és fönt a magyar hajó túlsoldán a románok. Érdekes módon a többiek több mint egy hajó hosszal lemaradva. E pillanatban a németeket nem is látom a hármas pályán. Ez a két fiú óriási tehetségnek indult. Most már több annál, középütt a mieink kissé mögöttük, de még versenyben természetesen, még nincsenek féltávnál sem, és nagyon erősen mennek a románok a hatos pályán. Ez a három hajó, a mieink, mintha kissé leszakadtak volna, ott kettejük között nagyon nehéz. Gyerekek, nem szabad leszakadni, mert aztán nem lehet behozni sem. Az utazás közben úgy látszik, hogy nem telik többre az utazó részen. De tudnak-e majd újító hajrával előre jönni? A románok és a moldáviai hajó az élen, a németek a negyedik helyen, most egy pillanatra őket mutatják, de ez nem jelenti azt, hogy ott vannak.
A románok vezetnek mögöttük, Zsuravszky és Renáiszky, a harmadik helyen a magyarok. Föl kéne zárkózni, gyerekek. A moldáviaiakkal most már együtt, de a románok majdnem egy hajóhosszal vezetnek. Most már lassan 500-nál vannak, jó lesz csatlakozni, hogyha van még erő, jó lesz fölzárkózni, mert aztán már késő lesz a hajrára. Ez a román hajó. Antonaj Borsán és Marcel Glavan. Most már a románok nyomában, és valamelyes leszakadva mögöttük a moldáviai egység. Második helyen a mieink. Van-e hajrára erő, gyerekek? Van-e hajrára erő? Meg kéne nyomni nagyon most, mert már nagyon sok nincs hátra. Közel 200 méterrel a cél előtt még mindig a románok vezetnek. Van-e erő az újításra? Most kéne, mert aztán már késő lesz. Egyelőre a moldáviai hajó is még csak fél hajóval a mieink mögött, még az a második hely sem biztos, a románok pedig nagyon-nagyon erőteljesen és jól haladnak. Tudnak-e újítani a magyarok? Tudnak-e újítani? Második helyen a mieink, ez a kép kissé csalóka, nincs ekkora különbség, és most kéne rágyújtani, ha van még annyi. Na, úgy nézem, van még valami, mert most már leszakították a moldáviaiakat. Gyerünk, Gyurka, gyerünk, és Csaba, mindent bele, óriási a meccs elől, még van körülbelül 80-100 méter hátra, és nagy hajrával jönnek a mieink, óriási versenyben a románokkal, teljesen együtt a két hajó, még nincs eldöntve a verseny, 60 méter lehet hátra, együtt a román és a magyar egység, gyere Csaba, centiméterek, mintha vezetnének a mieink most, még 3-4-et kell húzni, vezetek a magyarok, meg fogják nyerni, 5 méter hátra, és a világbajnok a magyar hajó. Második Románia, harmadik a német egység, és csak negyedik a moldáviai. Hát, csodálatos a verseny, eztek. Ilyenkor persze mi mást is mondhatna az ember. Szegény Kolonics is, teljesen ki van, mind a két fiú, de hát hogy is lehetne másként. Hatalmasat versenyeztek, és nem lehetett sejteni. Tényleg nem lehetett sejteni, bár igaz, hogy mindössze 6 tizeddel mentek rosszabb időt a románok a középfutamban, de eddigi eredményeik jó, mert nem is voltak, úgy szóval ismeretlenek voltak. Nem gondoltuk, hogy ők lesznek a legnagyobb ellenfelek. Az biztos volt, hogy Gyurevszky és Renejszky, illetve Dittmer és Kirchbach nagyon rákapcsol a döntőre. Hát ez gyönyörű volt, ez egyszerűen gyönyörű volt. Ennél szebbet álmodni sem lehet. A két kenu szám és mindkettő olimpiai szám, ne felejtsük el, nem mellékes. Magyar győzelem. Horváth Csaba és Kolonics György. Mindenki azt mondta itt most már, bátrabban kimerem mondani, hiszen túl vagyunk rajta, és magyar győzelmet ünnepelhetünk, a másodikat itt ma, a második világbajnoki címet. Tehát mindenki azt mondta a magyar táborban, hogy ezt a versenyt Horváth Csaba és Kolonics Gyuri csak elronthatja. Ludasi Róbert, az edzőjük, és annak a csepeli iskolának a kiváló tanulói ők, amelyik számtalan nagyszerű kenus nevel. Huszonnégyesztendős Horváth Csaba, Kolonics Gyuri pedig 23 volt júniusban. 83-ban kezdtek, illetőleg tulajdonképpen Horváth Csaba csak 1985-ben kezdett kajakozni. Hát itt még mindig van mit kipihenni. Vajda Vilmos a kapitány. Szúrja meg a füleket, ezek mérések, hogy mennyire fáradtak ki a versenyzők. Egy ideje csinálják ezeket a méréseket a mieink, és úgy látszik jó hatásokkal, mert lehet látni, hogy körülbelül az edzések mennyire, főleg az edzés időszakban gondolom van ennek nagy jelentősége. Úgynevezett nevelőedzőnek mondják azt, aki tulajdonképpen a gyerekből felnőtt kajakos vagy kenus csinál. Nos, ez Horváth Csaba esetében Parti Zoltán, Kolonics György esetében pedig Notárius József.
biztos vagyok benne, hogy mindketten boldogan hallják, látják, ha hallják és látják a sikerüket, és azt hiszem feltétlenül megérdemlik, hogy az ő nevük is elhangozzék. Azt hiszem, kedves nézők, igazán nem panaszkodhatunk. Ez az első versenynap eddig fényes sikereket hozott mindkét kenu számon és mindkét olimpiai számon. Magyarok nyerték. Érmet szerzett a női kajak négyes. Tulajdonképpen ez volt a kérdés, hogy érmet és melyiket, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne teljesítették volna a várakozást. Lehetett volna még fényesebb esetleg, de talán lesz is. És ha az olimpián lesz, az még jobb. Egyedül szegény Boris Zsombort sajnálom, őt azt hiszem egy kicsit, ha nem is lehetett ezt otthon érzékelni, hiszen a nagyon-nagyon komoly versenytárs kevés volt, a rövidebb távon Gyulai Zsolt verte meg, és Gyulai Zsolt indul 500-on is, tehát ez az egy száma volt Borhi Zsombornak, ebben az egyben kellett helytállnia, és azért ez nagyon nehéz egyből egy esélyt kihasználni. És miután ez a fiú 23 esztendős, itt aztán igazán joggal lehet mondani, hogy még annyi, de annyi ideje van. A tehetsége, a szorgalma, az adottságai tökéletesen megvannak hozzá. És amikor egy sportág sikeres, mint ahogy a magyar kajakkenu sport sikeres, akkor magával ragadja a versenyzőt, a többiek sikere is. Egész biztos vagyok benne, hogy nem kell aggódnunk Borhi Zsomborért. Még akkor is, hát most itt nem sikerül. Minden végül is nem sikerülhet. Sokan, sok ország cserélne velünk. Kedves nézők, akkor most ismét visszakapcsolunk Budapestre, és jelentkezünk még a férfi kajak négyesek és a kenu négyesek versenyével. Már annyi türelmük se volt, végigjátszani valószínűleg az időbeosztás kényszere. Minden esetre mi akkor is nagy örömmel hallgattuk ezúttal a kórus zenekar kíséretében.